Csokoládé, szaloncukor, teasütemény és illatgyertya is megtalálható azokban az ajándékcsomagokban, amellyel az alacsony jövedelmű nyugdíjasoknak kedveskedik az önkormányzat. A gesztusnak, amellyel szeretnék szebbíteni az ünnepet, sok éves hagyománya van Pakson. Idén is, ha mondhatom, nagyon népszerű volt ez a karácsonyi ajándékcsomag akció, hiszen 730 nyugdíjas számára tudtunk összeállítani itt látható ajándékcsomagokat. Édességek mellett idén tartós élelmiszereket, tésztákat, kávét és teát is ajándékoznak a nyugdíjasoknak. A kiszállítást november 27-től december 20-áig végzi el az önkormányzat dolgozója. Oda fogunk figyelni a járványügyi szabályokra, mindent megteszünk annak érdekében, hogy óvjuk nyugdíjasainkat, de szeretnénk kérni a nyugdíjasainkat is arra, hogyha fogadják a munkatársainkat, akkor ők is tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy egyrészt óvják saját magukat, ami a legfontosabb, illetve munkatársainkat is. Mivel az ajándékok átadásának időpontját nem tudják pontosan meghatározni, ezért kérik, hogy ha valaki a megadott időszakban elmegy otthonról, bízza meg a szomszédját az átvétellel.